akármilyen ágáról szó. Barátokkal szoktam menni, családdal, szóval ez egy jó program is, azt gondolom. Hát legutoljára itt a Helmut Newton kiállítást néztem meg, az nagyon tetszett nekem, ő az egyik kedvenc, sőt, kedvenc fotósom. Úgyhogy szeretek ilyenkor egy kicsit elmélyülni a képekben, meg filozofálni rajta. Tehát nagyon feltölt, azt gondolom. Pont az egyik barátnőm mondta azt, hogy miért nem csinálom azt, hogy én elmegyek egy múzeumba, gyorsan lefotózunk mindent, és majd otthon akkor megnézzük, hogy ne idézzünk már el ennyit, mert hogy onnan. Most szerintem pont ez a lényege, hogyha élőben látod ezeket a képeket például, akkor tudod, látod azokat az ecsetvonásokat, amiket akkor húzott az a művész, tehát teljesen más energiája van, szerintem ezek nagyon fontosak. Ugyanúgy mondjuk a zenében sokkal jobb egy élő koncert, mint amikor megnézed otthon a számítógépeden. A Magyar Nemzeti Galériát azért szeretem nagyon, mert imádom a festményeket. Egyébként én is festek, hát nyilván hobbiból, nem profi szinten, de hogy az is egy olyan dolog, amiben nagyon-nagyon el tudok mélyülni. A párom szokott igazából ő kicsit ilyen professzionálisabban festeni, de hogy imádom a színeket, nagyon vizuális típusú vagyok, szóval én mindent ott képzelek el, az érzelmeket, tehát először vizuálisan jelennek meg, annak ellenére, hogy énekesnő vagyok. Volt egy idő, amikor biológiai fakultációs voltam, úgyhogy szeretem a növényeket is így csodálni, a virágokat, de hát az állatok annyira jó fejek, hogy szerintem állatkertben mindenki szeret járni. Azt hiszem, hogy ez mindig egy olyan élmény volt, hát nyilván sokkal, nem sokkal, de hogy azért 4-5 évvel fiatalabb voltam, amikor ott jártam. És ez mindig olyan volt, amikor ilyen játszótérre így kiszabadítják a gyerekeket, mert hogy nyilván eljött egy ilyen fizikatanár is, vagy egy kémiatanár, aki elmagyarázta a dolgokat, hogy ott mi hogy működik, de hogy ez mindig ilyen rácsodálkozás volt, ott ugye lehet kipróbálni dolgokat, elcsodálkozni rajta.